Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, az egyház születésnapja. Ezen a napon a győri székesegyházi plébánia területén működő állami középiskolák 39 fiatalja kérte a bérmálás szentségének kiszolgáltatását a főpásztortól. Örömünkre szolgál, hogy a hittan ismeretek elsajátítása után ebben az évben részesülhetünk a Szentlélek Isten ajándékaiban. Hálás szívvel köszönjük, hogy püspök atya szolgálata által az egyház teljes jogú tagjaival avat bennünket. Kérjük, imáival esedezzék értünk, hogy a mennyei atya teljesítse ígéretét, és küldje le ránk a szent lelket, így Jézus Krisztus tanúi lehetünk a világ előtt. Szeretnék mindnyájatok szívében egy bátorítást és megerősítést elültetni. Szentbeszédében Veres András megyés püspök felhívta a bérmálkozók figyelmét, hogy rajtuk is múlik, hogy milyen az egyház jelene és milyen lesz a jövője, hiszen az egyház arra hívja meg őket a Szentlélek ajándékainak kérése által, hogy ők maguk is tudjanak az egyház cselekvő, elkötelezett tagjai lenni. Ez a világ, amelyben élünk, nem mindig fog segíteni benneteket abban, hogy keresztény módon könnyű legyen élni. Sosem volt könnyű, mert meg kell küzdeni a saját gyengeségeinkkel, bűnrehajló természetünkkel is. De a világ, amelyben élünk, sok-sok bűnt elénk terjeszt, elénk él, és ilyen körülmények között megmaradni a krisztusi úton, ez komoly erőfeszítést jelent mindenki részéről. Ebben tud nektek a lélek segítségetekre lenni, és ebben akar az egyház segíteni, vezetni benneteket. Hogy annak ellenére, hogy ez a világ Krisztus nélkül, és nem elég ostoba módon, Isten nélkül próbálja berendezni közösségeit, mi meg tudjunk maradni a krisztusi úton. Egy Isten nélküli világ nem létezhet, Istent nem lehet kiiktatni a világból, fogalmazott a főpásztor, aki elmondta, ha valaki elveszti Istenbe vetett hitét, akkor félő, hogy elveszti azt a boldog élet lehetőségét, amelyre a Teremtő hívott meg bennünket. Azért imádkozom ebben a szentmisében, értetek, kedves bérmálkozók, hogy ne tévesszen meg benneteket ez a világ. Soha ne térjetek le a krisztusi útról. Ha mégis emberi gyengeségből eltévedtetek, kapaszkodjatok vissza, térjetek vissza Krisztushoz. Azt kívánom tehát nektek, hogy mindig Isten jelenlétében, Isten hitében, reményében, szeretetében tudjatok élni, akkor egyéni életetek is boldog lesz, és azok életét is, akikhez a gondviselés rendelt benneteket szépé, boldoggá tudjátok tenni. Adjon nektek a lélek ehhez sok erőt. Amen. A szentség kiszolgáltatásakor a püspök szent krizmával keni meg a bérmálkozó homlokát. Mi a neved? Kit választasz a bérmálásban védőszentedül? Mónika, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Ígéred-e, hogy jó keresztény leszel? Béke veled. A bérmálás épp úgy, mint a keresztség, eltörölhetetlen jegyet nyom az ember lelkébe. Ez egy olyan dinamikus hatás, amelyben a személy szabad akarata nem csorbul, de életében, cselekedeteiben elfogadja a Szentlélek irányítását. Örülök, hogy még közelebb kerülhetem ezáltal Istenhez. Amikor döntések vannak, akkor segít, hogy a legjobbat válasszam, hogy a legjobbat tegyem az embereknek. A bérmálást a felnőtt nagykorúság szentségének is mondják. A hittanulás, az elmélyülés azonban nem ér véget a felkészüléssel. Ha kérdések merülnek fel hitünkkel kapcsolatban, az azt jelenti, hogy élő a hitünk. Szükségszerűen mindig az új életállapothoz, élethelyzethez megfelelően alakulnak a kérdések is, és arra akkor kell választ kapni, előre nem is nagyon lehet fölkészíteni. Az egy jó dolog, hogyha valaki az egyház katekizmusát tudja használni, olvassa gyakran a Szentírást, mert ez a két könyv egészen biztosan egyéni ismeretszerzésre is jó lehetőséget kínál, de hát nem utolsó sorban azért az egyház közösség
szentsége, azért hordozza az egyes tagjait, azért vannak az egyháznak olyan ünnepei, rendezvényei, egy életre szóló továbbképzés a hitben mindenki számára lehetséges. Már Izajás prófétánál olvashatjuk, hogy a messiáson nyugszik az Úr lelke, azaz a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a kegyesség és az Úr félelmének lelke. Ezt nevezzük a Szentlélek hét ajándékának. Ezeket kapjuk meg a bérmálás szentségében. Segítségükkel Isten akarata szerint élhetjük életünket.